Én jogászként végeztem, és dolgoztam is jogászként 2 évet. De annyira erős volt a szerelmem a gasztronómia, a borok és a vendéglátás iránt, hogy délelőtt délután dolgoztam egy irodában, és este pedig vendéglátóztam. 2 évet dolgoztam a Feröer-szigeteken, egy 2 csillagos étteremben, és ott találkoztam először a natúrborokkal, amik azóta is a szívem közepe, és a Szoldban is próbálunk velük dolgozni. A natúrborok beavatkozásmentes, vegyszermentes, farmakológiamentes tételek, igazából csak a szőlő van a pohárban, semmi más. Nőként a vendéglátásban dolgozni nem egyszerű. Mentálisan, fizikailag és érzelmileg is nagyon-nagyon megterhelő, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok kedves és erős nővel dolgozom itt együtt a Szoldban. Mind a pályán, mind pedig a konyhán is. Nekem folyamatos kihívás az, hogy a racionális, kognitív énemet tudjam ötvözni az emocionális, kreatív gondolkodásmódommal, és ezt az egyensúlyt szeretném minden egyes nap megtalálni.